Szatmár megye olyan nagy irodalmi személyiségeknek a szülőhelye és az otthona volt, mint például Ady Endre, Kafka Margit, Szilágyi Domokos, Dzsida Jenő vagy éppen Károli Gáspár. De itt született 232 évvel ezelőtt Kölcsey Ferenc, a himnusz írója is. Születésnapján a szülőfaluja megtelik élettel, a több mint 30 éve minden augusztus elején megszervezett irodalmi zarándoklatra más megyékből, illetve Magyarországról is érkeznek érdeklődők. Ebben a kis szatmári zsákfaluban Sződemeteren született 1790. augusztus 8-án Kölcsey Ferenc. Mivel az államosítás ideje alatt szülőháza a román-görög katolikus egyház tulajdonába került, a református templom kertjében és az itt állított Kölcsey szobornál tartják a megemlékezéseket. Nagy álom vált valóra akkor, amikor magyarországi támogatásból felépülhetett a Kölcsey Ferenc egyházi és kulturális központ is, mert az itt berendezett kiállítás által a szülőház hiányában is betekintést nyerhetnek a himnusz írójának életébe, munkásságába. Sződemeter egy olyan érték, vele együtt természetesen Kölcsey Ferencnek a születése, volt létezése és minden, amit számunkra létrehozott és hagyott, amelyet nem lehet anyagiakban kifejezni, és amelyet úgy gondolom, hogy így fogalmazok, szent kötelességünk megőrizni. Elsősorban a jelennek, de azoknak is, akik utánunk jönnek. A hagyományos Kölcsey irodalmi zarándoklatra idén is sokan érkeztek. Érezzük a szívünkben, a lelkünkben, a vérünkben azt a dallamot, amely összeköt minket, és amelyet Kölcsey is annyiszor versbe foglalt. A diákok a himnusz írójáról szóló műsorral készültek, egyedemese irodalomtörténész pedig Kölcsey sokoldalúságáról beszélt. Érdekeljen bennünket egy jó szerzőnek, költőnek, gondolkodó embernek az élete. A magyarnak is. Aki a kezébe veszi, az felfedezheti benne az életrajznak különös, eddig ismeretlen mozzanatait, és persze a művek kapcsolódását is világirodalmi és más magyar művekkel. A résztvevők megkoszorúzták a politikus költő szobrát, majd leleplezték azt az emléktáblát, amelyet a Kölcsey Ház Alapítvány jóvoltából helyeztek el a kis templomba, ahol Kölcseyt megkeresztelték.